Több mint 2500 gyermekeltűnést regisztrált a rendőrség tavaly csak Megyénk területén. A megdöbbentő adat hátteréről is szó lesz mai adásunkban, előbb azonban lássuk még miről. Üdvözlöm Önöket! Népegészségügyi programok. A megye 4 településén fejlődik az alapellátás. Sikeres védekezés Kemecsén. Az eddigi adatok alapján senki sem fertőződött meg a településen az újfajta koronavírussal. Társadalmi probléma, közös összefogást igényel a gyermekeltűnések visszaszorítása. Különféle népegészségügyi programok valósulhatnak meg a megye 4 településén 5 házi orvosi praxisban egy országos pályázatnak köszönhetően. A mások mellett szűrések, állapotfelmérések, tanácsadások szervezésével fejlődik az egészségügyi alapellátás az érintett helyeken, segítve például a szív- és érrendszeri prevenciót, a daganatos betegségek korai felismerését és a lakosság egészségtudatos magatartásának kialakítását. Ahogy sok más helyen, ebbe a napkori házi orvosi rendelőbe is csak behívás után lehet bemenni a betegeknek. Ez a körzet is része annak a praxis közösségnek, amely a 3 generációval az egészséget program keretében pályázott, és nyert el nemrég közel 65 millió forintos támogatást. Hogy mire fordíthatják az összeget, arról a közösségben részvevő egyik házi orvos kérdeztük. Kezdjük úgy általánosságban azzal, hogy mi ez az állami program, mi ennek a célja, illetve magának a támogatásnak és a háttere. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdette meg ezt a pályázatot tavaly ősszel, immár második ízben. Amiben elsősorban azért is nagyon örültünk, mert gyakorlatilag itt tényleg népegészségügyi programokat kell, hogy végezzünk. És ezeknek a népegészségügyi programoknak azért van egy hosszú távú célja, hogy a koszorúsérbetegségek, valamint a szélütések okozta korai halálozás, a daganatos betegségek okozta halálozást, hát tudjuk csökkenteni, gyermekkori elhízás megelőzése, dohányzás visszaszorítása került előtérbe, ugyanakkor még a szélütéshez visszatérve a maradandó károsodás mértékének a csökkentése, ami szélütés következtében kialakul, valamint ilyenkor a cukorbetegség elhízás előfordulásának növekedésének a visszaszorítása, ugyanakkor ilyen lelki egészségi támogatás lehetőségek is vannak benne, valamint a lakosságnak az egészség értésének a fejlesztése, egy egészségtudatos magatartásnak a kialakítása. Ezek a hosszú távú célok, ezekhez mindenféle különböző részcélok lehetnek, vagy vannak hozzárendelve. És ki szeretném hangsúlyozni, hogy a pályázattal lehetőség nyílott arra, hogy az egészségügyi alapellátás az fejlődjön, az egészségügyi alapellátásban résztvevő szereplők tudjanak egy közösséget alkotni, együttműködni. Ugyanakkor be tudják vonni a szakellátást, az egészségfejlesztési irodákat, szerepet vállalhatnak benne a helyi iskolák, a településen dolgozó önkormányzatok, és gyakorlatilag a telemedicina rendszerén keresztül, tehát konzultáció keretén belül pedig lehetőség nyílik egy lakosság közeli egészségügyi ellátásra. Mit akar ez a lakosság közeli ellátás? A lakosság közeli egészségügyi ellátás azt akarja, hogy gyakorlatilag itt helyben történnek olyan ellátások, amelyeket régebbi alapellátás keretén belül a betegnek be kellett utazni különböző szakrendelésekre. Mi nekünk a plasztis közösségünkben dolgozik neurológus, kardiológus, tüdőgyógyász, akivel tulajdonképpen a telemedicina segítségével, távkonzultáció segítségével lehet segítséget kérni, és a betegnek nem kell utazni, hanem tulajdonképpen a szakma beszélget el egymással. Ugyanakkor lehetőségünk nyílik arra, hogy gyakorlatilag az egészség megőrzésében segítséget nyújtani tudó szakembereket itt helybe kerüljenek ki, pszichológus, diadetikus, gyógytornász, sportrekreáció szakemberek, életmódrekreáció szakemberek, akik tulajdonképpen kijönnek a településekre, és az itt tartott foglalkozásokkal, egyéni és csoportos foglalkozásokkal segítik a mi munkánkat, egyben a lakosság tulajdonképpen egészségtudatos magatartását és egészség megértését is tudják ezzel támogatni. Egy picit itt álljunk meg, nem tudom, hogy csak számomra egy kicsit ellentmondásos ez a két dolog, de hogy úgy akarják akar a lakossághoz közelhozni ezeket a rendeléseket, hogy közben
távkonzultációs és telemedicinális eszközöket is használnak, ami én azt gondolnám, hogy az pedig nem igényel személyes jelenlétet. Tehát mi akkor a kettő között itt a kapcsolat vagy a párhuzam? Itt alapvetően ezek a dolgok úgy történnek, hogy tulajdonképpen van egy prevenció szakrendelés, amit mi kialakítottunk ezeknek a feladatoknak az ellátására. És gyakorlatilag itt megtörténnek tulajdonképpen egy egészségállapot felmérése, egy betegvizsgálat, megnézzük a különböző rizikótényezőket, szív-érrendszeri megbetegedések kapcsolatában, megcsináljuk a rizikóbecsléseit ezeknek az embereknek, és ugyanakkor pedig, hogy valamilyen betegséget is tudunk verifikálni, annak megfelelően a szakmaszabályai szerint igyekszünk ezeket ellátni. És akkor, amikor már nekünk egy kicsit tovább kellene lépnünk, akár mondjuk egy demencia elbutulás szűrésében, akár egy pitfall fibrillációs, egy szívritmuszavar kiszűrésében, amikor annak a veszélye az, hogy esetleg későbbiekben egy stroke alakuljon ki. Ilyenkor igénybe tudjuk venni a praxis közösség ebben dolgozó és a praxis közösséghez tartozó szakembereket, itt a kardiológus, neurológust, és akkor velük tulajdonképpen folytatunk egy konzultációt, amennyiben szükséges egyéb vizsgálatok elvégzése, akkor hozzájuk tudjuk irányítani a betegeinket. Így most már érthető, és akkor térjünk is rá konkrétan erre a praxis közösségre. Említette, hogy ki mindenki vehet ebben részt, jelen esetben mely településeket és hány orvost érint ez az együttműködés? A mi praxis közösségünk Nyírt és környéke, 5 háziorvosi vegyes praxist érint, Nyírtóra, Nyírtét, Apagy, és Nakkoron van 2 háziorvosi praxis, és ebben a praxis közösségben tulajdonképpen van egy kardiológusunk, Csokár Zsuzsa neurológusunk, Jónás doktor úr, tüdőgyógyászunk, és Arajc Brigitta. Ugyanakkor pedig megvannak a pszichológusunk, a dietetikusunk, gyógytornászunk, védőnőnk, sportrekreációs szakemberek, akik tulajdonképpen itt helyben végzik a munkájukat, minden településen meghatározott időben, meghatározott órában, vagy iskolában, vagy különböző közösségi tereken, faluházán, amennyiben mód és lehetőség nyílik már rá, akkor idősek otthonában, idősek napközi otthonában történnek ezek a foglalkozások. Illetve hát még ezek az emberek abban is segítenek bennünket, hogy magának a örömteli élet, vitelszerű testmozgás támogatásánál gyerekek esetében mindenféle ilyen csoportos megmozdulásokat tudjunk tervezni, túrákat, futóversenyeket, ahova a szülőket is be tudjuk vonni. Tehát mindenféleképpen itt az lenne a cél, hogy például ezekben a szabadidős foglalkozásban egy élményszerű, örömteliek legyenek ezek a foglalkozások. Ugyanakkor tudnak adni gyakorlatilag ezek a szakemberek különböző előadás formájában egészségfejlesztés, egészségtudatos magatartásra vonatkozó előadásokat, vagy már a meglévő betegségben szenvedőknek egyéni tanácsadást, egyéni mozgásformák, szükséges egyéni mozgásformák kialakítását, illetve életmód tanácsadásokat is. Mennyi embert érinthet ezeken a településeken ez az együttműködés? Jellemzően ők milyen korúak, vagy mettől meddig terjed az ő életkoruk, és meddig valósulnak meg ezek az előfelsorolt programok? A résztvevő praxisokban egy összesített adatuk, összesen 5685 fő tudunk bevonni ezekbe a programokba előző fölmérések alapján. Ez különböző korcsoportokban megosztik, a 6 és 18 évesek körében az 810 fő, 45 évesek körében 2150, 4 fő, 55-65 évesek korában 1273 fő, és 65 év felettiek csoportjában pedig 1448 fő. Meddig tartanak a programok, és a végén esetleg hogyan összesítik az eredményeket, hogy sikerült-e tényleg mondjuk esetleg őket egészségtudatos magatartásra ösztönözni, lesz-e bármilyen záró esemény, vagy ahol mérleget tudnak vonni? Tulajdonképpen ez egy olyan program kiírása, az úgy működik, hogy 2020. január 1-ével kezdődött, és 2020. december 31-ével záródik a program. Volt egy két hónapos előkészítési feladatunk, amikor ezeket, hogy miket és hogyan fogunk dolgozni, milyen részcélokat fogunk és miképpen fogunk megvalósítani. Ezeknek a kidolgozása volt az első két hónapban. Sajnos a járvány, ugye, ami már tényleges szűréseket elindították volna, akkor egy kicsikét ez már ott átírta a menetrendet, de azért így is haladtunk.
és gyakorlatilag hát ezek úgy működnek, hogy van egy szív- és érrendszeri megbetegedéseknek a szűrővizsgálata, gyakorlatilag demencia szűrés történik a prevenció szakrendelésen, ugyanakkor próbáljuk a népegészségügyi feladatok értelmében a komplex szűrődaganatos betegségek szűrővizsgálatárahoz irányítani a betegünket, csináljuk a vastagbél szűrést, ugyanakkor pedig fölhívjuk az embereknek a figyelmét magának az embővák szűrésére, a gyógyászati rák szűrésére, és hogy mennyire fontos ezekben, és gyakorlatilag ezeknek meghatározott, kidolgozott rendszer szerint csináljuk a vizsgálatokat, és ezeknek van egy negyedévenkénti jelentési kötelezettségünk a szolgáltató felé, és ennek az összesítésé meg vannak a meghatározott indikátorrendszerek, amik alapján nézik és végzik a mi munkáinkat, és el kell küldeni ezeket a dokumentációkat, hogy hány embert szűrtünk, milyen eredményeket találtunk. Tehát ezeknek így lesz a nyomon követése. Március második felétől kezdődően Kemecse városában is átértékelődtek a prioritások. Az önkormányzat ugyanis a lakosság védelmét tartotta a legfontosabb feladatnak. Ezzel egy időben a település vezetése igyekezett a megkezdett fejlesztéseivel is haladni. A város legnagyobb beruházásának jelenleg a Zöldváros projekt kivitelezése számít. Az elmúlt két hónapban meghozott intézkedésekről és a településen zajló folyamatokról Kemecse polgármesterét, Lipők Sándort kérdeztük. Polgármester úr, feltételezem, a koronavírus járvány Kemecse életében is alapjaiban változtatta meg a mindennapok menetét. A központi operatív törzs szinte naponta új védelmi intézkedéseket határozott meg, ugyanakkor bizonyos időre a polgármesterek számára is megnőtt a joggyakorlás köre. Kellett ezzel élni, hogyan tekint vissza a mögöttünk hagyott hetek, hónapok megváltozott feltételrendszerére? Az elmúlt két hónapot így összegezve, ugyebár már nagyon távolinak is tűnik nekünk ez a két hónap, azért is mondhatjuk ezt magunkról, mert azokat az intézkedéseket, amelyek központi intézkedésként meglettek határozva részünkre, itt a rendkívüli helyzet kapcsán, mi azokat az intézkedéseket igyekeztünk maradéktalanul betartani. Volt a polgármesternek címezve olyan lehetőség, hogy egyéni hatáskörben különböző korlátozásokat vezethetett volna be, vagy esetleg mondhatjuk itt az óvoda, bölcsőde, mint két intézménnyel kapcsolatosan. Mi a településünkön Kemecsén nem vezettünk be ezzel kapcsolatosan, tehát folyamatosan nyitva tartottuk mind a két intézményünket, bár hozzáteszem, hogy a bölcsődét még jobban, azt mondhatjuk azt, hogy egy olyan 15-25%-os létszámmal, tehát ellátotti létszámmal tudott működni. Az óvodát nagyon kevesen vették igénybe a lakosok részéről, ott néhány gyerekről tudunk beszélni napi szinten, de a lehetőségként mi tudtuk volna fogadni a gyerekeket az elmúlt időszakban is, és ezt a szülőkre bíztuk, hogy igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat. A legfontosabb dolog a szociális otthonunknak a védelme. A szociális otthonban természetesen minden jellegű látogatást és mozgást leszűkítettünk a településen, és azt hiszem, hogy eddig azt mondhatjuk, hogy sikerrel vettük az akadályokat. Azt jelenthetem, hogy a városban nagyon sok vizsgálat, tehát számosságát illetően nem tudom megmondani a vizsgálatoknak a számát, de biztos, hogy több tucat vizsgálat volt COVID-19-es vírussal kapcsolatban, itt gyanú alatt is értem ezeket, illetve mi beleestünk ebbe az országos mérési programba, ahol 20, ha jól számolom, 23 embert érintett a településünkről, akitől mintát vettek, és egyetlen egy pozitív esetünk sem volt a településen, de itt a járásban is azt tudom mondani, hogy itt a kollégákkal egyeztetve, megismerve a statisztikai számokat, a kemecsei járásban sem volt pozitív eset. A mai napig nem tudok róla. A családsegítő szolgálat az működött, de kellő odafigyeléssel, és a kontaktusok számát igyekeztünk csökkenteni. A városházán ugyebár a hivatalunk az működött, néha voltak olyan jellegű időszakok, amelyekkor úgy nézett ki, hogy egy kicsit nagyobb az esetszám országosan, akkor igyekeztünk leszűkíteni a hivatali nyitvatartási időszakot egy ilyen 3 órás időkeretre,
és volt egy szűk kéthetes esztendőnk, szerintem egy 8-9 nap, amikor teljesen ügyfél, tehát azt jelenti, hogy csak elektronikus, virtuális területen keresztüli ügyfélfogadást tudtunk megvalósítani, de természetesen itt is voltak azok a kivételes ügyintézést igénylő feladatok, amelyek ránk hájultak, amelyeket a személyes érintettséget nem tudtuk elkerülni. Itt talán kritikusként tudom említeni, ugyebár a halálesetekkel kapcsolatos ügyintézést, akkor ezek a személyes ügyintézések abban az időszakban is megmaradtak, és én azt hiszem, hogy illetve még ami nagyon fontos, hogy személy szerint igyekeztünk arra odafigyelni, és ezeket vezettük is egymással, tartottuk a kapcsolatot. Ha bárki érintettséget mutatott, akár külföldről hazaérkező rokona, barát, ismerős, és hogy mondjam, kontaktusba került vele a kollégánk, akkor őt igyekeztünk el különíteni, tehát azt jelenti, hogy kéthetes szabadság következett, vagy esetleg azt mondtuk, hogy otthoni munkavégzésre tudjuk, tehát otthoni munkavégzést kértünk a kollégáktól, és így egymásra figyelve, ezeket betartva, én azt hiszem, hogy a mai napig sikerre vettük ezeket az akadályokat. Az emberek egészségének védelme mellett a munkahelyek megtartása is hatalmas feladatot ró a gazdaságra, a vállalkozásokra és az önkormányzatokra. A Kemecsén működő vállalkozások számára mennyire okozott nehézséget, hogy ne álljanak le a munkafolyamatok, vagy adott esetben ne kelljen drasztikus lépést meghozni a munkavállalókkal kapcsolatban? Abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk, a vírus által meg szerencsés, hogy nagyon kevés vállalkozás van, tehát azt jelenti, hogy kis és középvállalkozások száma is nincs egy tucat a településünkön, és van két nagyobb vállalkozás, akinek a létszáma, három nagyobb vállalkozásunk van, akinek a létszáma meghaladja a 10 főt ebben a kérdéskörben, a többik mind kis vállalkozások, családi vállalkozások. Én ezekben a vállalkozásokban hozzám érkezett természetesen kereskedelemben forgalomkiesést valamelyest csökkentek, ugyebár a zárbevételek ezeknél a társaságoknál javarészt kisebb gazdasági társaságok és nagy mértékben szerintem egyéni vállalkozóként működnek itt a településen a vállalkozásaink. Olyan rendkívüli vagy nagyon eltérő, vagy akinek nagyon nagy gondja lett volna, én nem találkoztam, hozzám nem érkezett ilyen jellegű jelzés. Egyébként figyelve itt a mi tevékenységünket, beruházásainkat, én azt mondhatom, hogy azok zökkenőmentesen mentek, mint normál hétköznapi időszakban, mint mi is, személy szerint én is úgy végeztem a munkámat, és lényegében többet tudtam, kevesebb utazást kellett beiktatnom, hiszen olyan jellegű kötelezettségek, amelyek elszólítottak volna a településről, az kevesebb volt. Már csak a országos intézkedések és a különböző állami és egyéb intézményekkel kapcsolatos működési rend szerint is, meg igyekeztünk akár videokonferenciában is megtartani azokat a megkereséseket, amelyek addig személyes jelenlétet igényeltek akár Budapesten is. Én magunkra nézve mi azt mondhatjuk, jó magam is, és itt talán a hivatali apparátusra is érthetem, hogy mi a rendes működési rendben működtünk szinte az egész időszak alatt. Végezetül térjünk még ki néhány szó erejéig a város jövőképére és az önkormányzat aktuális feladataira. Kemecsén ugye készülőben van egy mintegy 300 millió forintos beruházás a Zöldváros projekt részeként. Hogyan zajlanak most ezek a munkálatok, illetve milyen egyéb fejlesztések vannak kilátásba helyezve? A vírusos időszakot megelőzően több uniós projekttel dolgozunk, és ezekben az uniós projektekben vannak ilyen EFOP projektek, amelyekben kisebb beruházások, itt néhány millió forintos beruházásokra kell gondolni, elsősorban ami ilyen építés, belső építés átalakításról kapcsolatos, ezek folynak éppen, ezeket el tudtuk indítani, illetve van egy járdaépítésünk itt a Szent István utcán, itt a hivatal, a Városháza és a járási hivatallal szemben lévő útszakaszról van szó, ennek a járdának a teljes felújítása, megújítása folyik éppen, tehát ezt kezdtük el. Úgy értékelem, hogy szerintem egy 2-3 héten belül ez már egy 90%-os készültségbe fog kerülni, illetve van nekünk egy zöldváros projektünk,
amelynek a munkálata itt a város központjában folytatódnak. Úgyhogy ezek a munkálatok, ezek azt mondhatom, hogy ebben az időszakban is zavartalanul tudtak folyni, és természetesen az előkészületeket is teszünk. Itt van egy ipari parkhoz vezetőnek a megépítése, amelyen dolgozunk a kollégáinkkal. Ennek az útnak a megépítésével kapcsolatos tervezések, engedélyes tervek már elkészültek, engedélyeztetés alatt van, és a kiviteli tervek vannak készülőben, tehát ezeket az előkészítő munkákat is tudtuk folytatni, és folytatjuk a továbbiakban is, hiszen ezekkel a projektekkel, amelyeket említettem, a elkövetkezendő néhány hónapban, szinte a Zöldváros az egész évben, maga az ipari parkhoz vezető út, az még szerintem a jövő esztendőre is tartogat nekünk feladatokat. Több mint 2500 gyermekeltűnést regisztrált a rendőrség tavaly csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ami az országos átlag 20%-a. Ez is jelzi a probléma súlyosságát, amelyre évről évre Világnap is felhívja a figyelmet. Noha a fiatalok általában néhány órán vagy napon, esetleg pár héten belül megkerülnek, felderítésük komoly terhet ró a rendőri erőkre. Néhány napja, május 25-én volt az Eltűnt Gyermekek Világnapja. 1979 óta minden évben ezen a napon emlékeznek azokra a gyerekekre, akik eltűntek családjaikból vagy lakó környezetükből, illetve bántalmazás áldozatává váltak. Megdöbbentő szám, hogy évente közel 15-20 ezer kiskorú eltűnését regisztrálják Magyarországon. A rendőrség átlagosan fél óránként kap ilyen bejelentést. Legtöbbjük fiatalkorú, de néhány ezren még kisebbek, gyermekkorúak. Mivel egy súlyos társadalmi problémáról van szó, megoldása komoly összefogást, közös fellépést igényel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még inkább foglalkozni kell a jelenséggel, nálunk ugyanis különösen érezhetőek a hatásai. Tavaly évben egészen pontosan 2552 eltűnési eljárást folytattak a városi kapitányságok megyénkben. Ez körülbelül az országos átlagnak a 20%-a, tehát egy kimagasló érték sajnos. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindig az első háromban benne van a megye. Az idei évet, ha megvizsgáljuk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy körülbelül 120 eltűnés van minden egyes hónapban. Ez 10-20-szal hol kevesebb, hol több, de ez nagyjából ez az átlag, ami elég komoly terhet jó a rendőri erőkre, ha lehet ezt így fogalmazni, illetve hát, hogyha ezt összevetjük, akkor a tavalyi évhoz képest sajnos rosszabbul állunk, tehát az idei évben abszolút listavezető a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főkapitányság az eltűnések tekintetében az országban. Hajdú-Bihar megye, Borsod megye és Budapest van még, ami utánunk van, de ők lényegesen kevesebb eltűnéssel számolhatnak. Azt kell tudni a gyermek, illetve a kiskorú eltűnésekkel kapcsolatban, hogy alapvetően lakóotthonokhoz kapcsolódnak. Tehát családból történő eltűnés szerencsére Magyarországon is, így megyénkben is viszonylag kevés van. Alapvetően lakóotthonokból szöknek meg, tűnnek el a gyermekek. Ennek az okai különbözőek lehetnek. Egyrészt bármennyire is furcsa, de ezek a gyerekek, akik ki vannak emelve egyébként a családból, sokszor inkább visszaszöknek a családba, hiszen hiányzik a családi élet, a családi szeretet, attól függetlenül, hogyha nem is kapják meg, legalábbis jogszabályi szempontból. Ezen kívül sok esetben kalandvágyról van szó, hogy ki akarják magukat próbálni, ezért tűnnek el a lakóotthonokból. Sok fiatal lány esetében szerelemről van szó, általában idősebb, nem a lakóotthonban lévő férfibe szerelmesednek bele, és egy új életet akarnak kezdeni, és így próbálnak változtatni a helyzetükön. Persze előfordul családból történő eltűnés is, de ezek inkább ilyen elkóbollásként lehet apostrofálni, gyakorlatilag ezeknek a száma elenyésző. Azt kell tudni ezekről az eltűnésekről, hogy gyakorlatilag itt nem olyan eltűnésről beszélünk, hogy valaki hónapokra vagy akár évekre tűnik el. Ezek a gyerekek, akik eltűnnek a lakóotthonokból, döntő többségében néhány héten belül, de valami néhány órán belül megvannak. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan eljárás van, ami mondjuk esetleg évekig elhúzódik. Néhány van ilyen egyébként, de ezek alapvetően már a nagykorúság környékén lévő fiatalkorokról beszélünk, akik aztán utána nagykorúvá válnak, és innentől kezdve más a megítélése az, hogy kivonja magát a lakóotthon felügyeletéből. De összességében azt mondom, hogy nagyjából a 90%-a az néhány napon vagy néhány héten belül megvan. A többi egy ilyen 5-6%, ami mondjuk 1-2 hónap kell, és minimális az olyan eltűnés, ami mondjuk még évek múlva is folyamatban van.
Az eljárásra kapcsolatban azt tudni kell, hogy ezt a városi kapitányságok folytatják le. Azok a városi kapitányságok vannak ebből a szempontból tehernek kitéve, amelyeknek a területén lakóotthon található. Itt gondolok például Mátészre, akár a Nyírbátorra, Nyíregyházára, vagy Tiszavasvárira. Ezek a kapitányságokon, ezeknek a kapitányságnak komoly munkát, komoly erőket igényel az eltűnés. És nagyon fontos dolog azt is tudni, hogy bár lehet, hogy ezek az eltűnések, rendőrök jól tudják, hogy kik az eltűntek általában, hiszen többször is szöknek meg ezek a gyermekek. És azt is tudják, hogy hol vannak, azt is tudják, hogy néhány órán belül meg lesznek, de ettől függetlenül azokat az eljárási cselekményeket, akár adminisztrációt, akár tényleg rendőri munkát ugyanúgy el kell végezni, mintha mondjuk valaki hónapokra vagy évekre tűnik el. Arra, hogy a fiatalkorú elkóborlást tervez, utalhatnak különféle jelek vagy a megváltozott magatartásuk. Itt sokat jelenthet, ha a szülők odafigyelnek gyermekeikre. A bűnmegelőzési osztályvezető megfogalmazása szerint mindennek az alapja a család és az azon belüli bizalom. Hogyha a gyermekével a szülő megfelelő bizalmi bizonyban van, közvetlen kapcsolatban van, akkor érzékelti azokat a változásokat, amelyek mondjuk a gyermeknek a lelki világába bekövetkeztet. Gondolok például arra, hogy mondjuk zaklatják az iskolában, vagy akár interneten keresztül. Hogyha van egy bizalmi viszony, akkor ezeket el kell, hogy mondja a szülőnek a gyermek. Ha ez nincs meg, akkor kezdődik a probléma, és akkor lehet olyan fordulat elő, hogy mondjuk valaki nem megy haza, vagy mondjuk a bizonyítványosztás kapcsán időről időre előfordulnak olyan gyerekek olyan esetekkel, amikor félnek hazamenni, hogy a szülői retorziótól tartanak, hogy nem olyan eredményt értek el, mint amire számítottak, vagy amit a szülő éppen elvárt. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szülőnek legyen egy kialakult, konkrét bizalmi viszonya a gyermekével, aki hozzá fordulhat. Na most, hogyha mégis valami olyan esemény történik, hogy nem megy haza a gyermek, vagy egyáltalán nem találja, hogy merre van, akkor sem feltétlenül a rendőrséget kell egyből hívni, hanem először meg kell kérdezni a baráti, rokoni környezetben, hogy nincs-e ott a gyermek, tudni kell a gyermeknek a kedvenc helyeit, hol szokott előfordulni, esetleg ha érdeklődik a baráti körében, hogy bármilyen furcsa magatartása volt az elmúlt időszakban. De természetesen lehet a rendőrséget is fordulni azonnal, ugyanúgy megteszi a rendőrség a szükséges intézkedéseket, mint általában bármilyen más esetben. Bár néhány hónapja a diákok nem az iskolákban, hanem otthonaikban tanulnak, a hagyományos tanítási időszakban az intézmények falain belül is van kitől segítséget kérniük. A pedagógusokhoz, az osztályfőnökökhöz, az iskola vezetéséhez lehet fordulni. Ezen kívül a gyermekvédelmi rendszer működik, nem csak a rendőrségből áll, hanem vannak a különböző gyermekvédelmi hatóságok, akikhez lehet fordulni, illetve van a Kék Vonal alapítvány, akit telefonon lehet segítséget kérni a gyerek részéről, de azt azért szeretném még kihangsúlyozni, hogyha egyfajta társadalmi felelősségvállalás mindenkinek az esetében van. Tehát ha azt látja valaki, hogy hétköznap délelőtt magányosan van egy gyermek, akkor meg lehet nyugodtan kérdezni egy felnőtt embernek, hogy mit keresel, itt tudunk-e segíteni neked bármiben. Hát lehet, hogy tényleg egy elkóborlásról van szó, nem talál haza, segítségre van szüksége. Úgyhogy azt gondolom, és a rendőrség ezt gondolja, hogy azért legyen mindenki ilyen szempontból körültekintő és segítőkész a gyermekek irányába. Egy elkóborló gyermekre különféle veszélyek leselkedhetnek. Ritka, de előfordul, hogy az eltűnt kiskorú bűncselekmény áldozatává válik. Gyermekrablásokról nem beszélhetünk. Igazából ami szóba jöhet a lakóotthonokból történő eltűnések kapcsán, hogy annak vannak kitéve, főleg a lánygyermekek ebben az esetben, hogy mondjuk gyermekprostitúcióra, vagy általában prostitúcióra kényszerítik őket, esetleg ebből a célból, ha nem is ebből a célból szoknak el, de akiben beleszerelmesedtek, az valójában egy futtató, aki szeretné a gyermeket ilyen szempontból felhasználni. Tehát ennek a veszélye van meg, hiszen az eltűnési kapcsán nem csak az a cél, hogy visszakerüljön a gyermek a lakóotthonba vagy a családjába, hanem az, hogy ne legyen bűncselekménynek semmilyen fajta bűncselekménynek az áldozata, esetleg elkövetője, tehát ezért is szükséges a rendőri intézkedés, a rendőri eljárás. Szabolcs-Szatmár Berekben, mivel ez az egyik legérintettebb terület, saját megyei program foglalkozik a probléma megelőzésével. Van egy pályázat a megyei rendőrfőkapitányságnak már 2014 óta, ami nagyon sikeres, országos sírű egyébként, a Zene az kell, hogy ne veszünk el című pályázatról beszélek. Ennek a pályázatnak a célja alapvetően az, hogy a lakóotthonokban élő gyerekek, akik egyébként a legveszélyeztetettebbek abból a szempontból, hogy eltűnnek, elszöknek, értelmes elfoglaltságot találjunk. Tehát, hogy ne legyen a kalandvágy, ne legyen a kísértés, hogy megszökjön. Éppen ezért zeneoktatás, énekoktatás, táncoktatás van a részükre. Fontos megemlíteni, hogy a belügyminisztériumnak a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács általában van finanszírozva a pályázat. Az idejében is 14 millió forintot kapunk a belügyminisztériumtól ezzel a programmal kapcsolatban, és ennek keretében tanárok járnak ki, zenetanárok, énektanárok járnak ki a négy lakóotthonba, ez a négy legnagyobb lakóotthon, ami a megyében található, ahol hát mindenféleképpen értelmesen próbálják eltölteni az időt. Most itt nem feltétlenül tehetséggondozásról beszélünk, bár
tehetségek is vannak közöttük, hanem sokkal inkább az, hogy bevezetni a zenevilágába, egyrészt, hogy elteljen az idő hasznosan, másrészt pedig, hogy egy kicsit a világnézetüket formálni, és hát nyilván, hogyha van közöttük olyan tehetség is van, akkor esetleg kitörési lehetőség abból a közegből, amiben éppen élnek. Egy-két hasonló rendőrségi program működik ugyan más megyében is, de országosan nem jellemző. Más programok azonban vannak. Nagy gyermekeltűnésekre többek között az Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány is nagy figyelmet fordít. A civil kezdeményezés azzal a céllal jött létre, hogy felhívja a társadalom figyelmét az aggasztó jelenségre. Egyebek mellett a teljes doboz akció is hozzájuk kapcsolható, ahogy az Ezer Lámpás Éjszakája program sorozat, amelyet tavaly már 9. alkalommal rendeztek meg. Ezeken az eseményeken ingyenes jótékonysági koncerteket, felvilágosító programokat és rendőrségi bemutatókat kínálnak a látogatóknak, akik korábban az est végén szimbolikus világító léggömböket engedtek a magasba. Tavaly ugyanakkor már nem eresztették szélnek ezeket, így jelezve, hogy a bajba jutott gyermekek kezét sem szabad elengednünk. Köszönjük a figyelmet! 35 perc című műsorunkkal legközelebb jövő héten hétfőn találkozhatnak. Addig is további szép estét és kellemes televíziózást kívánunk!